mint menetel. Legtöbb esetben irítség és harag, és a pártoskodás veszerőt hajtunk. Kérdezem. Egyáltalán kérdezhetem-e én, mint határon túli ezt? Ezekkel a dilemmákkal kellett szembenéznem akkor is, amikor a magyar állampolgárság felvételét hatolgatta. A nem megvan a december 5-e, lehet könnyebb megvan a döntése. De a sok nem ellen az egyedüli kiutat az én igenem jelentettem. Mert van, és közöm volt mindig is ehhez a nemzethez. Ehhez az országhoz, ehhez a néphez, a rendéhez különösképpen. De sohasem felejtettem el, hogy honnan jöttem. És a Trianont nem megbosszulni kell, hanem Juhász Gyulába emlékezni, nem felejteni, minden nap gondolva rá. Azzal, hogy rossz és zűrzavaros politikai helyzetben milyen könnyen elveszíthetjük országunkat, szülőföldünket, idegen hatalmak prédájává tehetjük, ahogy 100 évvel ezelőtt egyszer már megtörtént. Külön örömet, megtiszteltetést is jelent nekem itt állni, és önöknek szó, hogy önöknek szóljak. Legyenek büszkék arra, hogy írt közöttünk egy ember, Tantal és tanár úr, aki 100 évre vissza és oda is elintézte, hogy helytörténeti szempontból Renti az ország ritka településeinek egyike, melyről történetileg, kulturálisan és fejlődés történetében is a legtöbbet tud.